stúdióba megyünk. Most? Szintén már először üdvözöld a nézőket, az előző videóban nem üdvözöltük. Sziasztok srácok, hello! Elnézést! Szóval hova megyünk? Szóval a Citadel Outlet Centerbe megyünk most éppen jelenleg. Az útnak a közepén megyek, ezzel jelezve a dominanciámat. Ja igen, ezt már megszoktuk, mindent ötszerűen mindenki úgy csinál, mint a szülne. De egyébként én ezt eddig azt hittem, hogy ez ilyen buzis picsogás, de nem az. Tegnap Vegas-tól hazafeléig a leghátul ültem. Maradjunk annyiba, hogy a légörvény a repülőn lófasz. Ahhoz képest, amit tegnap volt hátul, annyira jók az utak. Szóval az van, hogy így van mondjuk egy ilyen 50 centis drop az útba, érted? De meg így kened 70 mérfölddel, és így jaz! Nem volt tábla. Na mindegy, szóval a Citadel Outlet Centerbe megyünk, olcsó ruha nem itt vásárolni, mert drágára nincs pénz. Emlékezhettek rá, tavaly, ja most már nincs, igen. Emlékezhettek rá, tavaly ott vettem a napszemüvegem, és arról volt ugye az Epico blogu. Igen, az Elbaszó. Ő Elbaszó, igen. Azóta is erre a névre hallgat egyébként. De maradjunk annyiba, hogy hívni nem sokszor kell, mert mindig itt van. Szóval, geci meleg van. 1 óra 12 perc, amíg megérkezünk, ami azért izgalmas, mert nagyjából a belvároshoz közel vagyunk, és a Citadel is ott van. És 1 óra 12 perc, amíg megérkezünk. Ezért furcsa ez egyébként, mert ugye 10 órakor indultunk volna el, akkor még 41 perc volt az út, de most már ennyi az idő, mert korán indulni buzis. Úgyhogy, ja, nem 45 kilométert megyünk a városba, és ez nem egyik végétől a másikig. Emlékeztek a Citadel Outlet Centerre, vagy Citadelre. Itt vettem tavaly a napszemcsimet. Itt járkálgatunk ugye, nem szuvenír, de ugye itt egész olcsó lehet nagyobb fasz a dolgokat venni. Ja. Ez így szétkizünk, hogy hát, hogyha akar valami kedvünkre való. Így van. Mackónadrág. Mackónadrágot keresünk. Én Mackónadrágot keresek. Sötétet, mert ugye látszik. Feketét. Asztal a texot, vagy egyből. Hogy jellemeznéd a bevásárlókörutat? Eredményesnek. Ennyi eredmény. Figyelj, összességében én azt gondolom, hogy vettem egy inget a ma estére, mert az a pool, amiben elindultam, az egy ilyen pool party, az én lájtosnak éreztem. Szóval, hogy, hát ugye diehardos póló volt, és lehettem almás mitével. Ugye ezzel vettem ezt az inget, ami most rajtam van. Vettem egy mackógatyát, egy szöszmesz pulóvert és egy gördeszkát. Ezeket így, ez ilyen, így impulzusból. Szóhoz sem írtam őket. Én sem az. Ennyi. Do you remember? Sony szervezett egy ilyen pool partit. Igen. Tavaly is volt egy hasonló. Most de az nem itt volt. Az nem itt volt. Itt valami elképesztő kilátás van. De ott van. Igen, de ez a város. Ez pedig itt a Hollywood Hills. Igen. Tulajdonképpen. Arra. Ide, innen lentről a Beverly Hillsből
lehet feljönni. Ez így az abszolút, úgymond, teteje a dolgoknak. Brutális, mi is egy kicsit úgymond meg vagyunk szeppen, vagy hogy mondjam, mert... Meg, teljesen, kijöttünk azon az ajtón ott. És hát brutális, brutális. És nagyon sok szúnyognak. Igen, és az a durva, hogy lent, tehát lent mondjuk a marinán, ahol mi vagyunk, ott se egyetlen egy darab sincs. Itt nagyon sok van. Itt nagyon sok van. Mondjuk azt mondják egyébként, hogy a sós levegő az, azt nem szeretik a rovarok, de ott semmi nincsen. Mi sem szeretjük a rovarokat, de szerintem ezt már tudjátok. Úgyhogy most így gyakorlatilag egy ilyen két órát fogunk itt ülni, és... Aztán meg megyünk haza és pihenni. Csodálkozunk, ja. És ilyen volt ez a nap. Ennyi volt az a nap, igen. Van egyébként medence, azért pool party, mielőtt azt hiszitek, hogy nincs. Igen, ott van. Ott. Be van készítve törölköző, meg minden, hogy lehetne itt úszkálni itt ezzel a kilátással, de maradjunk annyiban, hogy ez egy formális esemény, szóval udvariasságból foglalkoztak ezzel. Senki nem fog úszni. Senki. Szevasztok, srácok. Ez a második nap. A vlogban a második nap. Az a terv, hogy most egy ilyen váratlan megállót tettünk itt egy ilyen környéken. Szóval bejöttünk egy olyan helyre, hogy Shake Shack. Leadtuk a rendelést, és kezünkbe nyomtak egy ilyet. Azt mondták, hogy ha zizeg, akkor kész a rendelés. Work it hungry. Ez ilyen? Ez így milyen? Nem tudom, de jó nagy. Hol a szám? Ja, itt látod, hogy hanyadik vagy, de amúgy zizeg, ha kész. Zizeg, tök jó. Tovább beteszem a fal zsebembe. Add be is. Nézzük, hogy ide jött Birdy. A csémod nyomja. Ez a Spiderman. A Spiderman. Ki van írva izé? Hogy? Menje már, unorganizmo, ott van, figyelj! Van ének is, bazd. Estos nervos de la familia. Nem azt a részt, ezt. Las urracas pico amarillo son las únicas. Ez a sapkába kezdik. Jó. Ke? Milyen ke? Ne ke? Azt mondja, izé. Nekem. Abes, verde bavara mente. Si. Ha? Endemikas de este estado. Esta bien. Azt jelenti, hogy sárga csörmadár. Desert Trail, na bazd meg. Na ez. Most jön a kingyó. Mondtam. Menjél már a picsába. Én most szól ki velem, amúgy bazd meg. Ki jött valami? Én mondtam neked, hogy ki jöttek. Itt, Kenny, csörted baszod. Úgy, hogy a mókusna valamelyik halad, már szemes átjó, mikor bejöttünk. Gyere, ők már jobban nyomják. Zserbó. Zserbó. De Jani, figyelj már ide. De hol van? Hát miből van ez az egér, te bazd, meg koponya, meg minden. Tehát most megette a kecskét. Miből van ez? Levágta a kecébe. De hol van, mely ma faszom vált? Mit ölt meg? Van a dobozban. Benn van a dobozban. Hogy hol van, most temet meg egy egész kecskét, szerinted hol van? Töglődik a sarokba, bazeg. Ja, ott az ajtó jobb oldalt. Aha. Kiment WC-re. Ott van fenn, oda néz. Ott van fenn a mókus. Ott van fenn, baszki. Ott Kenny. Figyelj oda. De fasz néz. Ez is egy gyilkos egyébként, csak hogy tudd meg. A szülő ház. Enni. Oda néz meg. Azt mondja, Panay Cloud, nem? Red Ram, Aguti. Hogy alszik ott, basz? Te élsz? Szóval egy bombot. Jó, meg ne sértődjön a Greenpeace. De... Mekkora patkány ez te? Hát a kurva életben. Jó, ja, hogy tényleg gondolod. Ugye futna felé, összefostam magam. Nem azért mondom, mert amúgy a relatív aranyos. Ez egy gida. Ez tolja. Tehát ezt tudod ezért. Egy mi? Egy gida. Gida. Hát te vagy ergószedbe, bazd meg, neked kéne tudnod. Ugye már le? Ez egy pronghorn. Majom te. Durva tudsz. Ez milyen aranyos. Szia, kis majom. Úrja aranyos, bazd, hogy beszaladj. Tudj, hogy nézd meg, persze. Ne bassz már. Hala, arra van el? Mi volt ez? Tudod, hogy befosztam a hangot. Oké. Bazd meg, ezek darvak. Azt mondja, baby. Tíz hónaposak. Tíz hónaposak.
ez egy dolog. Nézd meg, az egy létező fát megeszi. Akkor egy paraszt hallod? És tényleg. Egy darab ágban van az egész rancson, azt is megeszi. Üdvözlöm, Holmes! Volt kismajom. Volt kismajom. Volt. Hogy kijött? Én azt hittem, az a keze. Ez a vízi ló volt. Oda néz. Sos tarivakta. Láttad ezt? Ugye mindenki látta ezt. Most nézd, most visszanéz. Kitette balra, de nem mozdult semmit, csak a feje. Hát tudod? Kiforult? Te mit saskodsz itt, he? Mit saskodsz? Steve Attenborough. Felrepült oda? Most menjünk tovább a vízbe. A másik meg benne van a seggében. Mi van itt? Bement a zavarba. De mi? Nem tudom, bazd meg, ha tudnám, nem nézném. Lehet, hogy csak egy kő volt. Bazd meg, provokáló. Várj, nincs is itt semmi. Mármint állat, így hivatalos. Jani, bazd meg. Mi az? Ha nincs kerítés, geci. Tényleg, bazd. Kiszökött. Megdöglöm minden. De nem tudjuk, mi volt itt. Nem tudjuk, mi volt itt. Valami van itt. Araknid. Mi a araknid? Araknid, bazd meg. Nézd oda. Beszélj, azt megdög lesz. Ma foszba innen. Mennyi bók van itt? Tuti, bazd meg, hogy valami mocskos nagy bók. Takarodjunk a faszba. Nézed? Rá is van írva. Speed limit 5 mérföld. Ez nem egy gyalogút? Mármint, hogy bemegyünk az állatkertbe, érted? Nem menj gyorsan. Tudtam én, hogy gebasz lesz, bazd meg. Madarakat is szabadon reptette az elmebeteg. Azt a tigrissel is ezt nyomják. It's just a show, man. Don't worry, de velem nem basznak ki. Tudom. Én vágom, mi van? Ez már dupla kerítés. Ó, ez dupla kerítés van. És mit kerítette a dombot? Nem! Mondom, hogy van itt valami gebasz. Nézd meg ott is. Nézd meg! Ott van. Mi az? Ha? Na mi? Ott is kifőr pont egy akkora pók, hogy beszarjak. Azon a gecin a lyukon. Hotwire. Megbasz. Ösém, itt valami vadállat lesz. Hát elektromos kerítés még nem láttunk. Ezek a raptorok. Ez miért van egy több is? Az a baj egyébként, hogy ekkorán egy tigris simán átugrik. De hallod, ez áram van vezetve, és van egy külső kerítés is. Itt tuti, hogy valami ember elő. Ott van. Kenguru. Hol? Kenguru van ibben az. Mi ez? Az. Ott van fel valami, basz! Mi az? Öcsém! Látod? Ez egy mini szörkecske. Nagyon durva. Ez a izé. Ez a kártel. Ez a kártel? Komolyan mondom. Oda nézd, hallod? Látod, milyen luxus van? Fountain, meg minden. Los Angelesbe így szórják a vizet. Nézd meg, itt locsolja, érted? Körbe. Fountain, itt minden van, érted? Majomnak nem volt egy pohár víz. Nézd meg ezt. Te várjál. Ezek vigyázzatok, mert ezek basszus. Te várjál, azt szerintem mi rossz helyen vagyunk, hallod? Nem, itt ott vannak a nézők, mi meg itt vagyunk, ez hogy van? Amúgy tényleg. Mi a fasz, most mi vagyunk? Azok nem a nézők, haver. Hanem mi? Olvasd, hogy itt vannak az emberek, az elefánt, meg a bardisznó között. Kint ott a szemét. Figyeld már! Nézd már! Pornó van! De aranyosak! De hát mi ez már? Csőzebra! Fiúság! Tudtak menni amúgy az zebra! Aranyos nagyon! Deep in the zebra! Ne beszélj, majd ne legyen már ez! Jani, ez mi pornónak is rossz! Márci! Deep in the zebra! Szomorú, pedig még a kalapot is felvettem!